Hello, faszikák! Ezt nyomogatok mindenféle gombokat. Ti hogy tapasztaljátok amúgy? Egyre több az idegbeteg ember az úton, vagy egyre több az idegbeteg ember az úton? Képzeljétek el, ugye nemrég meséltem azt a sztorit, hogy itt a társasház sarkánál, ahogy ki kell fordulni a Mester utcára, jött egy ilyen zombi tag, és akkor még a Fehér Ranger volt az autóm, és akkor így neki ment az autónak gyalog, és így elkezdett vergődni, meg minden. Figyelek! Köszi! Bocsi! Elég, igen, nem egyszerű innen kifordulni, hogyha jobb oldalt parkolnak. Jó, hogy itt van ez a homorú tükör, mert különben nem látnál semmit, csak mikor már kidugtad az autót. Jöttem haza nem olyan rég, és beállt egy fehér kis Ford Fiesta Van a kapuajba. Úgy gondoltam, mert annyira határozottan odaállt, hogy biztos ide jött a házba. Úgyhogy nyitottam is neki a kaput, hogy segítsek, mondom, hogy vakarászik, biztos nem találja a nyitót. És mögötte álltam, amúgy is egy pici utca. És ez a fasz berakta rükverszbe, azt nagy lendülettel majdnem neki ment az új autónak. És elkezdte nyomni a dudát, de mint egy idegbeteg. És akkor hátrébb tolattam, le volt húzva az ablak, valamit ordibált a pali, én meg mondtam neki, hogy ne te legyél már felháborodva, bazd meg, ha kapuajba parkolsz. És akkor mit csinált erre a fószer? Bazd meg, így megindult előre, lefékezett, megint rükverc vissza, de ugyan rohadt nagy lendülettel, mintha neki akarna menni az autónak. Az utolsó pillanatban megállt, kiszállt, itt ugye le volt húzva az ablak, azt elkezdett itt nekem így karatézni, meg minden, bazzeg, itt a levegőbe, itt ütögetett, meg ilyenek, én meg azt nem tudom, miért ilyen bunkók az emberek, parancsolj, már most nem erről a sztoriról van szó, csak itt dudálnak egymásra, nem, hogy inkább elengedné. És elkezdett, bazd meg, itt levegőbe karatéjozni nekem a csávó, hogy mindjárt a jó szájba váglak meg, elkezdtem rajta röhögni. Mondom, figyelj már, kicsi szamuráj. Mondom, nyugodjál már le, mert szájba verlek úgy, hogy összehányod magad. De ezt így, csuklóból, nagy arccal. Az 9 hónapja egy edzésre nem volt pofám elmenni. Edző barátom milyen büszke lenne rám. Megint itt az erőszakokat. Ő mondta mindig egyébként, hogy Ákkó, amit nem lehet megoldani erőszakkal, azt még több erőszakkal kell megoldani. És persze nem csináltam semmit. De a csávó ott mondom, mi a fasz? És így visszaszállt a kocsiba, és mielőtt az autóba beült volna, még odavágta nekem nagy mellénnyel, hogy megbaszom a kurva anyádat. Na mondom, geci, akkor most dög lesz meg. Kapcsoltam az övet, nyitottam az ajtót, ez meg geci, pattintott kuplunggal úgy elindult, hogy még füstölt a fiszkónak a kereke. Azt így kifordult, mint az állat, mondom, geci, pedig már elterveztem, hogy megfogom az ingét, azt ide kihúzom ide az oszlophoz, azt elkezdem ütni a halántékját, mert hogy az általában lenyugtatja az ilyen embereket. De baszd meg! Úristen! Hogy mi a büdös fasz van most komolyan? Már annyira lecsengett ez a Covid téma is, már mindenki védett, mindenkinek van eboltási igazolványa, akinek nincs, annak jön, mindenkit beoltottak, ész ellen is van, akit... És akkor tiszta idegbetegek az emberek. Én ezt annyira utálom egyébként. Nyugodjatok le a picsába, ez semmi értelme idegeskedni, mert attól még ugyanolyan szar helyzet van, csak legalább te leszel még rosszabbul, mert egyébként a sok stressz fizikailag tönkre vágja az ember. Meg agyilag is. Látjátok, én boldog vagyok, akkora csöcsöm van, mint egy nőnek. Belem is akkora, mint lölőnek. Minden faszal. Az oligarha bél. Elneveztem egyébként ezt a pocakot oligarha bélnek. Bár nem, mint hogyha én oligarha lennék, mert attól igen-igen távol állok. Kb. Mint egy körömpiszok. Az is kislábújon, mert amúgy van nagylábúj mi. Tehát, hogy a láb újból a legkisebb. Itt nyírják a füvet? Bazd meg, akkor én innen kisorolok a rákba. Úgy félek tőle, bazd meg, egyszer pofán ver egy kavics. Nem lesz többet nagy képen, bazd meg, mert itt szemellő a francba. Na úgyhogy ez történt. És én azt veszem észre egyébként, ahogy dudál, mindenki dudál, bazd meg. Hogy egyre több ember viselkedik irreálisan
agresszívan, meg furán, hogy ez most a vírushelyzet miatt van meg. Amúgy is tele van a fasza az embereknek az élettel, vagy nem tudom mit. Tehát nekem is vannak problémáim, mindig van valami, és mégse vagyok egy idegbeteg fasz, aki kiszáll, bazd meg, az fenyeget. Soha nem szálltam még ki, hogy megfenyegessek valakit, hogy izé szájba verem meg ilyenek. Nem is értem. Tehát, hogyha így történik valami így a városban, ilyen közlekedési, én ha kiordibálok a kocsiba, akkor nem azt szoktam mondani, hogy megbaszunk kurva jár, meg izé a hátadon, meg izé, hanem azt szoktam mondani, hogy buta! Meg béna vagy, meg itt tudom én ilyen szarságokat, tehát hogy mi a bánatot tehet az édesanyja arról, hogy ő egy szerencsétlen gyökér, azt akkor ott kezd el bazd meg Facebookozni a kurva kapuhajba. Ja, ez a másik dolog, ami annyira idegesít, hogy egyszerűen kibírhatatlan, hogy megyek a városba, a négyszer, vagy kétszer négy sávoson, vagy a tököm se tudja hány sávoson, és így mellettem a csaj bazd meg izé. Nyomogatja az Instát meg. Jó, oké, én videózok, de bazd meg, két kezem rajta a kormányon, fenn van a konzolon a szájba tekert telefon, tehát én nem nyúkálok hozzá. Attól még tudok pofázni, hogy itt ülök és vezetek. Más is ezt csinálja, csak ül mellette valaki. Előttem meg ti ültök. Na és lényeg az, hogy annyian vannak, akik nyomkodják, és nem csak 20 éves, 30 éves fiatal pilóták, hanem ilyen 40-50-esek is, hogy nem bírod ki, amíg hazaérsz, vagy amíg beülsz a fürdőkádba, vagy a WC-re kakilni, bazd meg, hogy ott nyomogasd azt a kurva telefont, hogy miért kell vezetés közben ilyen hülyeségekkel foglalkozni. Ne írosgáljál, csezd meg, hív fel telefonon, akivel beszélni akarsz. Nem izé csetelgetsz itt, bazd meg küldöd a buzis smiley-kat. Hogy nem értem. Faszom, utálom egyébként az egészet. Én mindenk telefonálni szeretek, mert állandóan be nem áll a pofám, tehát tudjátok nagyon jól. Na, gyerekek, megjöttem anyukámért, úgyhogy most leteszlek titeket, mert ő most be fog szállni a gépjárművő, és azt mondja, Ákoskám, megint videózol? Nem, amúgy nem, csak hülyéskedek. Megjöttem! Elhagyom a vonatot, ez nagyon paraszt volt. Az a baj, hogy megint egy olyan pici utcába kell megállni, ahol nincs hely. És ez el fog félni tőlem ez az autó, ne haragudj, bocsi. Bocs, nem tudok hol megállni, és az anyukám meg itt van a fodrázatba. Nem, már jön! Mindenki nyugodjon le a picsába, Icus itt van. El ne üssem az anyukámat, mert ő a legszebb a világon. Megjött. Szia anyukám drága! Szia, gyönyörű vagy, mint mindig. Szép vagyok. Igen, pont egy videót befejezek, jó? Szia. Hol? Hát. Hello. Kátuska. Menjünk. Mindent azt mondja, hogy álmos fáradt. Álmos fáradt, mert olyan szar az idő. Na, gyerekek, legyetek jók és szobatiszták, kellemes magömlést mindenkinek. Bazd meg. Az anyai szigor.